Elkezdődött a csónakázótó medrének kotrása június 24-én reggel. A vizet sikerült annyira leereszteni, hogy már lehetővé vált a munka kezdése. A tavat 20 éve tisztították meg, és remélhetőleg a következő 10-15 évben nem kell elvégezni ezt a nagy munkát. Mai napig sikerült jó nagy mértékben leeresztenünk a tavat, ahhoz, hogy a kotrási munkák elkezdődjenek, és jelenleg ez fog zajlani majd. Először itt a part célbe próbálja a vállalkozó a kotrást elvégezni, hogy a még bent lévő zárványokban lévő vizet azt minél többet le tudjon vezetni, minél szárazabb medre térjünk el, hogy utána a kotrási munkák a belső részeken is folytatódhassanak. Az, hogy meddig tartanak a munkálatok, az időjárástól is függ, a jelenlegi meleg száraz idő kedvez neki. A feltöltésre azt követően várni kell. Terveink szerint még a telet megvárnánk, kifagyasztanánk a tavat, hogy a vegetációt minél jobban visszaszorítsuk, és a tél végével elkezdenénk feltölteni a tavat, és bízunk benne, hogy pár hónap alatt újra el tudjuk élni azt az üzemi vízszintet, ami korábban volt. A tavat 2-3 belső forrás táplálja, valamint egy pozitív kút is. Jelenleg nagyon sok víz van a tóba, ezt a vizet kell leengednünk, és a kifolyóból főfele haladva egy árkot fogunk készíteni, és azon megpróbáljuk lecsapolni a vizet, és hozzáférünk majd ahhoz az iszaphoz, ami jelenleg 50 helyenként még 1 méter vastagságban is jelen van a tó fenekébe. Elég sok nehézséget okoz, de hogyha a partfal mellett egy 10 méteres sávot ki tudunk tisztítani, akkor már valószínű, hogy be tudunk menni gépekkel is. Amit ide a gép majd kihúz a partfal mellé, ezt az anyagot fölrakjuk dömperekre, elszállítjuk a kazettába, ott ugye kiszárad majd, az majd le lesz fedve, hogy tehát ne legyen illata ennek a iszapnak, és hát az később nagyon jó komposztáló humusz lesz. Az előzetes becslések szerint akár 30-40 ezer köbméter iszap is lehet a tóban. A kikotort iszapot a tavaly a tótól a Korányi utca felé eső területen létrehozott zagytározóba hordják.